Felmérések szerint a koronavírus negyedik hulláma idején 30-40%-kal több temetés volt, mint 2019-ben, a járvány előtti időszakban. Nyakas Gábor, szekszárdi temetkezési vállalkozó azt mondja, ez az emelkedés komoly feladat számukra, hiszen nem egyszerű a munkavállalók számát egyik napról a másikra bővíteni, jelenleg teljesen le vannak terhelve. Szerintünk körülbelül a harmadik hullámmal megegyező mértékben emelkedtek meg a temetési számok. Nyilván azok az adatok, amik nálam vannak, nem objektívek, hiszen csak a saját részünket látjuk, de mind a Covid fertőzéssel érintett elhunytak, mind az egyéb normál halálesetek száma megnövekszik. Egyébként ez teljesen természetes ősszel, hogy egy növekedés van. A Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke azt mondja, lényegesen megnövekedett a hamvasztások száma is. Többek között azért, mert a járvány elején a családtagok féltek a fertőzéstől. Az elnök kifejtette, hogy a koronavírus ellenére októbertől januárig az év többi hónapjához képest mindig magasabb a halálozások száma. Ez a betegség, ez a járvány, ez sajnos felerősít egyéb meglévő krónikus betegségeket. Tehát úgy vélem, hogy aki nem lenne covidos, ők is, most nem megbántva ezzel senkit pár hónapon belül, mivel nagyon komoly daganatosok voltak köztük, illetve szívérendszeri problémával szenvedők, vagy már nagymértékű cukorbetegek általában, tehát mindig párosul mellé valamilyen másik krónikus betegség is. Bár jelenleg nincs létszámkorlátozás a temetéseken, a ravatolózókban kötelező a maszkviselés, utóbbit a síroknál, illetve a gyászszertartáson nem muszáj hordani, de a szakemberek azt kérik, hogy az óvatosság kedvéért lehetőség szerint tartsanak távolságot.